4. Szabó néni a főorvosi engedély birtokában lázasan készül minden látogatási napon a kórházba. A sütés-főzés amúgy is szenvedélye, most aztán kiélheti magát, konyhája egy kisebb lakodalmat is el tudna látni harapnivalóval. Szabó néni hozzá úgy dirigál, mint egy karmester vagy egy tábornok, a család pedig engedelmeskedik. Icu, icu, hangzik a vezényszó, és icu már is pattan a tankönyv mellől. Tessék, mama! Szaladják fukszékhoz, és hozd el a jégszekrényből a sül csirkét, de megköszönd a szívességet. Ne tessék félni, nem vagyok én olyan neveletlen. Az anyai vezényszó most Laci fiút szólítja. Laci, Laci fiam, hova tetted az alma kompótot? A cekkerbe, ahová a mama mondta. Jó, jó, ahová a mama mondta, Mit tudom én, hogy mit hová mondtam? Nem is csodálom, mondja enyegúnyal Laci. Sült csirke, egy vödör almakompót, teljes kalács, túrós rétes. Annyi osztott pakol a mama a szegény beteg papának, hogy egy egészséges családnak is sok lenne egy háromnapos kirándulásra. Talán sajnálod tőle? Ugyan, hogy mondhat ilyet? De nincs a papának még ilyen étvágya, és a kórházban sem tartják valami rosszul. Szabó néni ingerülten leinti a fiát. Nekem csak ne beszélj a kórházi kosztról. Tudom én, mit adnak enni a kórházban. Éltem én is kórházi koszton. De mikor? 43-ban, amikor Icu született. A háború végén és a szülészeten, ahol amúgy is diéta van. Apádnak erősödni kell és punktum. Nyílik az ajtó és beóvakodik a szomszédból fux úr. Személyesen voltam bátor, kedves Szabóni, hogy prezentáljam a sült mellé jó kívánságaimat Szabó úr szerencsés gyógyulásához. Ez igazán nagyon kedves. Icu helyel kínálja a vendéget. Tessék leülni, Fuchs bácsi, ide! Vigyáz a rétes! figyelmezteti Laci, míg Szabóné a dívány felé terelgeti Fuchs urat, ahol a kalácsok kelnek. Fuchs úr szabadkozik. Márpedig azoknak nem tesz jót, ha egy magamfajta súlyos egyéniség rájuk ül. Kánoáni bőség, Szabóné kedves, kánoáni bőség. No de nem azért jöttem, hogy csevegjek. Nekem nem szokásom, hogy így meg úgy bele a vakvilágba, mert ha én jövök, én mondok valamit. Világéletemben olyan ember voltam, aki mond is valamit, ha beszél. Laci csöndesen megjegyzi. Világos, mert jár a szája. Fux úr sértettem felneszel. Mit mond, fiatalember? Semmit, semmit, csak bizonygatta, hogy úgy van, siet a sértést eltusolni Szabónéni. Csak tudnám, mit akartam mondani, tűnődik Fux úr. Icu igyekszik kisegíteni. A kánoáni bőségnél tetszett abba hagyni. Az csupán a megállapítás volt, de kérem, a konklúzió, mi volt a konklúzió? Nem tudom, fuxúr, mondja Szabónéni. A sok sütés-főzés miatt ma még nem olvastam újságot. Fuchs úr a homlokára üt. – Megvan! – Még szerencse, mondja csöndesen Laci, és Icu nehezen folytja el a nevetését. – Mert az én eszem nem olyan, – henceg Fuchs úr. – Tudom már. Azt akartam mondani, hogy ne feledkezzék meg az ápolónőkről és az orvosokról se, Szabóné kedves. Itt egy százas, ott egy százas. Hiszen ért engem. Mindig viszek a nővérnek egy kis finomságot, ha bemegyek. De a készpénz, Szabóné kedves, a készpénz, a készpénz szebben beszél, mint a legszebb sütemény. Csendes óra van. A beteg szobában a látogatók még nem özönlötték el a kórházat. Van, aki szunyókál, mások olvasnak, Szabó bácsi kisé felpolcolva fekszik az ágyán, az ölében saktábla, s az ágy szélén egy fiatal betegtárs kuporog. Halkan beszélnek, hogy ne zavarják a többi beteget. A fiatal ember lép egyet, és csöndesen megszólal. Sak, Szabó bácsi, sak kocska. Boszorkányosan játszik maga dobos szaki. Nincs ebben semmi boszorkányság, Szabó bácsi, Valaha egyetemi bajnok voltam. Szabó bácsi meglepetésébe hangosan felkiált. Egyetemi bajnok? És hogyan lett magából géplakatos? A fiatal partner szájára teszi az ujját és csöndetint. Hogyan? Hosszú sora van annak. A sors olyan, mint a kerék. Egyszer fel, egyszer le. Különben ismét csak, Szabó bácsi. Sőt, csak matt. A nővér, aki eddig tisztelet teljes távolságból figyelte a mérkőzés kimenetelét, elérkezettnek látja az időt, hogy közbelépjen és véget vessen a versenynek. A legjobbkor fejezték be. Most egy kicsit megfésülködünk, rendbe hozzuk magunkat, Szabó bácsi, mert mindjárt négy óra és jön a család. Azámni, szerda van, kapízbe Szabó bácsi. Dobos összecsomagolja a sakkot és indulni készül. No, akkor én megyek is vissza a szobámba. Bennünket nem zavar dobos szaktárs. – Dobos szaktárs, kötekedik Szabó bácsi. Talán dobos doktor úr, felszisszen. – Ott fáj nővérke. Persze, hogy fáj, mert ott volt a varrat, nyugtatja meg a nővér, de már gyönyörűen gyógyul. De mi az, hogy dobos doktor? Dobos zavartani parkodik elütni a kérdést. Semmi, semmi, Szabó bácsi tréfál, majd segítek rendbe hozni az éjjeli szekrényét. Hát arra ráfér, helyesen a nővér, olyan, mint egy éléstár. Szabó bácsi gavallér mozdulattal a kínálja a nővért. Segíthetne elfogyasztani ezt a prágai sonkát, nővérke. Ha meglátja a feleségem, hogy nem ettem meg, olyan patáliát csap, hogy mindjárt felmegy a lázom. Ha én mindent megennék, amit a kedves felesége hoz, nevet a nővér, akkor nem férnék be az ajtón, mert nekem különhoz. Az a megbecsülés jelen nővérke. Ma feleségem azt tartja, hogy magának köszönhetem az életemet. Először is annak a fiatal párnak köszönheti, aki megtalálta, másodszor a főorvos úrnak köszönheti. Nem tudja befejezni, mert dobos váratlanul feljajdul és kétségbeesett igyekezettel iparkodik, megszabadulni attól a málnalekvártól, ami végigömlött a köntösén. – Ej, ej, honnan vegyek most magának tiszta köntöst? Ilyenkor nincs fehér nemű kiadás. Várjon csak, a szomszéd vizsgálóban talán van egy fölösleges orvosköpeny. Elhozom magának. Dobos, bűnbánó arca fordul Szabó bácsihoz. – Sajnálom, hogy kiöntöttem a málna lekvárját, Szabó bácsi. – Nagyon hálás vagyok érte, fiam. Utálom a málna lekvárt, de a feleségem a fejébe vette, hogy attól hamarabb összeforra a koponya csontom. Mit szól ehhez, doktor úr? Tessék, ugyan mit feszegeti ezt Szabó bácsi? Mert én mindent szeretek feszegetni. Miért maradt ki az egyetemről? Nem ment a tanulás? Három évig évfolyam első voltam. És a negyedikben történt valami? Sohasem voltam negyedik évfolyamos. De miért? Visszajön a nővér, karján egy fehér orvos köpennyel. Szerencséje volt dobos szaktárs. Találtam egy fölösleges orvosköpenyt. Vegye fel, a házit meg kiadom a szennyesbe. Köszönöm szépen. Még mondja valaki, hogy nincs nekem orrom. Hát nézze meg nővér ezt a fiatal embert. Nem úgy fest, mint egy orvos. Pláne ebben a köpenyben. Dobos zavartani parkodik eltűnni a szobából. Az ajtóból még visszaszól. Ha még lesz idő, vacsora előtt visszajövök egy partira Szabó bácsi. Bandiéknál is a kórházba készülődnek, de egészen más módon s más jelek kísérik a látogatás előkészületeit. Más ez a lakás, egy másik asszony hagyta rajta a kezenyomát, s más a hangulat, nem olyan meleg, családias, mint a Lapály utcában. Irén kapkodva készülődik, mindig kapkod, ha a családról van szó. Nincs ideje semmire, most is a igazgatja a tükör előtt, s onnan beszél Bandihoz. Mellékes ez a látogatás, ez érződik minden szavából. Te nem jössz ki a kórházba, Bandi? Nem tudok, sajnos nem tudok, pont akkor lesz értekezlet. Petike felfigyel a beszélgetésre. A nagymama ott lesz a kórházban? Ott lesz, kisfiam. Akkor engem is vigyél ki a kórházba, mami? Olyan régen láttam a nagymamát. A nagyapát is régen láttad. Mert a nagyapa megvan halva, Bandi ráförmed a fiára. Ki mondta neked ezt az ostobaságot? A házmester bácsi Zoli Zolia mondta, hogy benne volt az újságban, az ő faterja olvasta. Nem a faterja, hanem az apukája, javítja ki Irén. És különben is hazugság. A nagyapát rossz emberek bántották, de nem halt meg, csak beteg. Azért megyek a kórházba, hogy meglátogassam. Vigyél magaddal, mami! Nem lehet, kisfiam, Vigasztalja Irén a kisfiút, aki már majdnem elbőgi magát. Kisfiúkat nem engednek be a kórházba. De beengednek. Amikor a szamosi palit elütötte a motorbicikli, azt is bevitték. Az más kisfiam. A beteg gyereket beengedi. Irén közben elkészült és odafordult Bandihoz. Mit vigyek a papának? Nem is tudom. Vegyél egy kis cukrász süteményt. De mi lesz Petikével? Hadd menjek a nagymamához! Mondtam már kisfiam, hogy a nagymama is ott lesz a kórházban. Majd holnap elviszlek a nagymamához, és egész nap ott maradhatsz. De mi lesz ma délután a gyerekkel? kérdezi Bondi. Itthon nem hagyom, hallottad, miket tanul, fa ter, meg ilyenek. Beadom Vilma nénihez, és értemegyek. Peti meglepő ellenállást tanúsít a tervel szemben. Vilma ez nem szeretek menni. Mindig azt mondja apucira, hogy proli. Bandi jó ízűen elneveti magát. Vilma néniben még buzog az osztály öntudat. Irén mentegetőzni próbál, de nem sok sikerrel. Nem is az igazi nénikém, csak az édesanyám mostoha testvére. Ne sértődj meg, nem azért mondtam, de hová tegyük Petikét? Mikor kezdődik az értekezlet? Háromnegyed ötkor akkor én bemegyek négyre a kórházba, ott maradok öt percig, hazarohanok, te pedig még épp elcsíped az értekezletet. A legfeljebb a nagyapa megharagszik, hogy csak öt percig voltam nála. Ugyan, örül neki, mondta nevetve Bondi. Tudod, mit mondott vasárnap, amikor bent voltam nála? Édes fiam, ebben a vasárnap délutánban a legszebb, a legkedvesebb idő hét óra előtt egy perccel következik be, mert akkor elmennek a látogatók. Karikás Tibor lakásán hárman ülik körül az asztalt. Klári, a házigazda felesége, valamint Jumbo mester és Horpács úr, a tűzoltó, aki most nem viseli a díszes egyenruháját. A férfiak keményen isznak, az asztalon üveg rumál, de a fele már hiányzik. Jumbo már félig részeg, és ennek megfelelően hangos, kíméletlen és goromba. Tölts, Klári! Az asszony agályoskodik. Berúgtok? Ne tölcs. tölts! Nekem mindegy. Jumbo a tűzoltóhoz hajol, mintha meg akarná bűvölni. Vagy megteszed testvér, vagy te sem viszed el szárazon. A tűzoltó még ellenáll, össze is borzong, mint aki fél valamitől. Nem, mondtam, hogy a szajréban szívesen közreműködök, de ilyet nem vállalok. Jumbo gúnyolódik. Inába szállt a bátorság, fő, fő, fő csővezető úr. Nem, de minek neked azt tudni, hogy az a vén szamár hányas szobában fekszik? Melyik ágyon? És merre nyílik az ablaka? Nehéz felfogása van, fő, fő, fő csővezető úr. Klári, adj neki még egy pohár rumot. Nem adok. Fejezzétek be és tisztuljatok innét. Ez az én lakásom. Téves anyafej helyes bit feltűnő udvariassággal Jumbo. Ez az én karikás barátom lakása. Igen, és hol van a híres barátod? Ha van egy kis esze, akkor vidéken dekkol. Ha nincs egy kis esze, akkor már ül a sitten. A tűzoltó feláll, menni készül. Ez az, amit én nem akarok. Ülni a sitten. Már pedig testvér, ha az öreg abban nem hagyja ezt a fecsegést a zsaruknak, akkor minnyájan tartósan a sitre kerülünk. Korpács rémült emered Jambóra, csak most értette meg, miről van szó. Szóval azért tudakoljak meg mindent az öreg szabó elhelyezéséről, hogy te, te képes lennél meg? Jambó ráordít. Kus, ki ne a szádon, mert beverem. Klári hisztériás rohamot kap, sikoltozni kezd. Ilyet ne főzzetek ki az én lakásomon. Nem elég a magam baja. Az a hülye karikás eltűnt, itt hagyott a sráccal egy vas nélkül. Menjetek innen! Jumbo már lehiggadt, fenyegetően csöndes hangon beszél. a fő, fő, fő csővezető elvtárs! Menjen, induljon szépen a kórházba, sétálgasson a folyosón, és szagolja ki, hol fekszik az öreg. És ha nem? Akkor hidegre teszlek. A halott tanú a jó tanú, mert nem beszél. Horpácsnak már vacog a foga, érzi, hogy nem babra megy a játék. Képes lenné rá? Az asszony Jambóra mutat. Ez? Nézzen rá! Mióta meghagyta oldalt a szakállát, és bekötötte a fél szemét olyan, mint a sátán. Jambó rá sem hederít. Szóval este tíz után fütyül a rigó a kertedben. Akkor gyere hátra a ribizli bokrok közé. Most? Alomars! Ez az utolsó, amit megteszek, mondja Horpács, és kiódalog az ajtón. Jumbo gúnyos mosolyjal néz utána. Karikásné csöndesen noszogatja. Szeretném, ha te is elmennél. Majd, ha besötétedik. Ugyan, ebbel a pofával az anyát sem ismerne fel. Az a régivel sem ismerne fel, mert sohasem látott. Meghalt, amikor én a világra hőbörögtem. Kár volt. Azt mondod, galambom. Akkor nem mondtad, amikor az én kéglimben tanyáztál, és minden este, nem folytatja, mert berreg az ajtó csengő. Elhallgatnak, egymásra néznek, tétován méregetik az ajtót, végre Jumbo int Klárinak, hogy nyissa ki. Az asszony gyanakodva ajtót nyit és felsikolt. Az ajtóban száz alhadnagy áll, mögötte egy őrmester. Jó estét, karikásné, köszön a rendőrtiszt. Ha nem csalódom, Jumbo úrhoz van szerencsém. Bilincselje meg őrmester elvtárs. Na, tartsa szépen a kezét. Persze, hogy szépen tartom. Nem vagyok én olyan hülye, aki akkor ugrál, amikor már lebukott. Jó estét kívánok az uraknak. Az asszonyja mi legyen? alhadna elvtárs. Klári ki kell magából. Semmi. Nekem semmi semmihez semmi közöm. Jambó közbeszól. Ezt én is tanúsíthatom, akár írásban. Magában egy lovag veszett el, Karikás néő nagyságával majd később beszélgetünk. Előbb Jumbo úrral szeretnénk társalogni, aki hetekig váratott erre a meghitt találkozóra. Ha rajtam múlik, alhadnagy nagy úr, most sem zavarjuk egymást. Fogadjunk, hogy ezt a hülye horpácsot követték, úgy buktattak le engem. Nyert. Mindig mondtam, hogy nem szabad olyan emberrel kezdeni, aki uniformist hord. Erre még szegény apám tanított, aki 32 évig viselte a szürke uniformist. Katona volt? Nem, fegyenc. Hárman ülnek szabó bácsi betegágya körül. Szabóni, Icu és Laci, és egy nagy kosár élelmiszer ki a családi tablót. Szabó bácsi már jó színben van, csak ez az élelmiszer rakomány aggasztja, amit Szabó feltornyozott az ágy mellett. Mosolyogva csóválja a fejét, és nehezen tud belenyugodni a látványba. – Mama, mama! – mondja Gonterhelten, hiszen te elhoztad az egész lehelpiacot. – Nem egészen, papa. A bódék ott maradtak. Kedélyeskedik Laci, de Icu közbeszól. – Hogy tetszik lenni, papa? – Köszönöm, kislányom, mint egy fiatal huszár, mint aki először ül a lovon, aztán szédül. <laughs> Szabó néni nem tűri a mellébeszélést. De hát egyél már, papa, ne beszél annyit. Erősödnöd kell. Erősödöm én a kórházi koszton, ne féltsetek engem. Képzelem, mi volt ma ebédre? Biztosan csirkebe csinált, szólt közbe Laci. Az is volt, de csak a haldoklóknak. Mi rántott levest kaptunk, de nagyon finomat, azután spenózott tükörtojással és piskótát tejsodóval. És Evel akarnak téged talpra állítani? Nem egészen, mert ebéd után még kaptam valamit. Gyümölcsöt? kérdezi Icu, s Laci nevetve megtoldja. Egy dózsaszivart, szivart. Egy ötköp centis inekciót, bizony. Szabó néni nem hagyja magát. Most azonnal egyél ebből a sült csirkéből. Hajd, este vacsorára! Most nem megy le egy falat sem. A nővér, aki eddig a szobában rendezkedett, most váratlanul Szabó bácsi pártjára kell, mert az öreg úr már-már behódol Szabó néni sürgetésének. Nagyon helyes Szabó bácsi, csak tartsa magát mindig a mértékletesség elvéhez, és nem lesz semmi baj. Icu minden alkalmat megragad, hogy kérdezősködhessen. köthessen. Tessék mondani, kedves nővér, mikor jöhet haza az édesapám? Majd ha úgy találják a doktorurak, hogy minden veszély nélkül hazamehet. Én már nem mehetek haza a nélkül, hogy otthon ne várna rám a veszedelem. Miféle veszedelem, papa? kérdezi aggódva Laci. Anyátok! Mindjárt gondoltam, hogy jó tréfa szabó bácsi, és ez jó a jókedély félegészség. Szabó Szabóné félrevonja az ápolónőt. Mondja kedves nővér, nem szoktak erre felé járni a doktorurak? Látogatási időben csak akkor jönnek az osztályra, ha valamelyik beteg rosszul van, vagy a hozzátartozókkal közölni kell valamit. A viszontlátásra. Ne tessék túletetni a beteget, mert annál nehezebben gyógyul. A nővér elhagyja a betegszobát, viszont belép Dobos, a sakpartner, aki most is a kölcsönkapott orvos köpenyt viseli. Szabó bácsihoz lép és felveszi az éjjeli szekrényről a saktáblát. – Csak nem játszik látogatási idő alatt? – kérdezi Szabó bácsi. – Miért ne? Engem nem látogat senki. Nekem nincs senkim. Majd később adok revansot. – Arról szó sem lehet. Nézze csak, a feleségem egy szekérderék ennivalót hozott. Akár lakodalmat ülhetnénk. Tartson velünk. Icu rögtön feltalálja magát és csirkehússal kínálja. – Tessék egy csirkecombot! Köszönöm, de... Szabó bácsi zsörtölődik. A kislányomtól csak nem utasítja vissza. Szabó néni sem marad el a kínálásban. Csak nem utasítja vissza, doktor úr! Szabó bácsi diadalmasan felkiált. Ugye, mama, te is rájöttél az első pillanatban, hogy ez a fiatal ember tulajdonképpen doktor? De Szabó bácsi! Szabó néni karó ragadja dobost. Jaj, doktor úr, nekem azonnal beszélnem kell magával fontos ügyben. Jöjjön ki velem a folyosóra. Dobos még tiltakozik, de Szabóné erélyesen magával hurcolja. Most tessék, mondja fanyarul icu, Egy ilyen csinos, szimpatikus, fiatal orvos, és a mama mindjárt elcipeli. A sóhajtás elmaradt, gúnyolódik Lassi. De hogy maradt el, mondja icu, és nagyot sóhajt. Köszönöm. Már azt hittem, valami bajod van. Mert sóhajtott? kérdezi Szabó bácsi. Mert nem sóhajtott. Icunál akkor van minden rendben, ha sóhajtozik. Szemtelen vagy. A testvérek csipős vitáját félbeszakítja Irén, aki valósággal beesik az ajtón, és megállás nélkül hadarja. Kezit csókolom, papa! Szervusztok! Ti is itt vagytok? Mi újság? Hogy tetszik lenni? Hol a mama? Szervusz, Irén! viszonozza az üdvözlést Icu, Laci pedig gonoszkodva megkérdezi. Sorrendben válaszoljunk a kérdéseidre vagy egyszerre? Ne haragudjatok, liheg írén, de úgy rohantam, Petikére Bandi vigyáz, de ő neki ötkor értekezlete van, addig nekem haza is kell érnem. Ne tessék haragudni, papa, nem tudtam mást hozni, mint egy kis cukrás süteményt. Nagyon örülök, hogy nem sütöttél te is egy libát. Most gúnyolódik, papa, Icu megnyugtatja. Dehogy gúnyolódik, hiszen a mama annyit, de annyit hozott. A mama? Hát hol a mama? Icu nagyobb a csóhajt, mint a sok évi átlag. Elrabolt egy fiatal orvost. A kórházi portán, ilyen látogatási napokon nagy forgalom van. Jönnek a látogatók, a hozzátartozók, és nagy részük nem is tudja, hol keresse a betegét. A portások fáradhatatlanul válaszolnak, telefonálnak, névsorokat böngésznek, végül mindenkit eligazítanak kívánsága szerint. Egy vidéki asszony óvakodik a portáshoz, és bátortalanul érdeklődik. Tessék mondani, főportás úr, itt fekszik az uram, hogyan találom meg? A neve Sós András. A portás föllapozza a névsort. Somogyi, Somorjai, Soponyai, Sós András. Harmadik emelet 25. Köszönöm szépen. Horpács áll a portás elé, délcegen, mintha a világ legtisztességesebb ügyében járna. Erőt egészséget! Egyednek is, mivel szolgálhatok? Fekszik itt nekem egy kedves öreg üzemi jókomám. Szeretnék mi egymást hallani, ahogy léte felől. Forduljon az osztályos orvoshoz. Ha tudnám ki az, nem mondanám meg. Ha maga megmondja a beteg nevét. Szabó! Szabó János. A portás felderül. Az öreg Szabó, akit leütöttek a kis textil falánál. Első emelet hét. Külön szoba. Horpács nagyot néz, nem titkolja, hogy a portás szavai kellemesen érintették. Külön szoba, ez aztán a megbecsülés. Főleg óvatosság, amíg a gonosztevők nincsenek lakat alatt, addig az ilyen ember nincs biztonságban. Akkor őrizhetik még egy darabig mondja fölényesen a tűzoltó, mert azok nagy sokára lesznek lakat alatt. A háta mögött megszólal egy hang. Olyan biztos ebben, horpács? És ha biztos vagyok benne, különben miért ne lennék olyan biztos benne? Maga is azok közé tartozik, akik lakat alávalók. Horpácsot kezdi elhagyni a hegykesége, de még tartja magát. Én? Ki mondta ezt magának? Kicsoda maga egyáltalán? Molnár nyomozó főhadnagy, jöjjön velem csendesen. Mit akar tőlem? Egyelőre bevitetem. Hogy mit akarok, azt majd elmondom, ha bemegyek magam is. Később. Kérem, én tiltakoztam az ellen, amit a dzsambó tervezett az öreg ellen. Én nem csináltam semmit, nekem eszem ágában sem volt. Irén, ahogyan jött, viharosan búcsúzik a betegszoba lakójától és a családtagoktól. Szóval, nem haragszik, drága papa, hogy én most sietek, de Bandinak értekezlete van, és nincs kire hagyni Petikét. Nem haragszom, lányom, nem haragszom, nyugtatja Szabó bácsi. Köszönöm a figyelmet, hogy meglátogattál. Csókolom az unokát, és üdvözlöm a fiamat. Csókolom a mamát, szervusztok! Ó, pardon! A siető irén az ajtóban összeütközik a belépő Molnár főhadnaggyal. Molnár elvtárs, kiált fel vidámon Szabó bácsi. Éljen, ez aztán a meglepetés. Mi szél hozta? Akár hiszi Szabó bácsi, akár nem, még mindig magára vigyázok. Hej, haj, nem kell már én rám vigyázni. Visszajön az erőm, az egészségem, csak a fiatalságom nem jön vissza. Dehogy is nem, vigasztalja a főhadnagy. Itt van a fia, a lánya, az utódok. Még jó, hogy engem is észrevett, mondja szemrehányó hangon Icu. Laci egy kis gunnya megjegyzi. Icu, az előbb egy orvos után sóhajtoztál. Mit érek vele, ha a mama elrabolta? Dobos felindultan lép a szobába, nyomában Szabó néni. Dobos vörös, mint a rák. Szabó bácsi, ezt a dolgot tisztázni kell. Miféle dolgot? Semmit, mondja Szabó néni, akinek kezd kínossá válni a helyzet. Erőnek erejével a kezembe nyomott 200 forintot, hogy különös figyelemmel gyógykezeljen magát. Molnár mosolyogva csóválja a fejét. Szabó néni, Szabó néni, tudja, hogy ez a megvesztegetés kísérlete és büntetendő cselekmény? Icu nagyot sóhajt. Laci csöndes gunnya megjegyzi. Ha szabad kérdezne, Micu, ez a sóhajtás kinek szólt? Az orvosnak vagy a rendőrnek? Ne bolondoz! A mama veszélyben van. Lenne, mondja nyomatékkal Dobos, ha én orvos lennék, de nem vagyok orvos. Csak egy beteg, akire rádölt a mána és ezért orvosköpenyben jár. Szabó néni halára váltan kérdezi. Málna Lekvár? Remélem nem az én Málna Lekvárom. Szabó bácsi elmosolyodik a bajusza alatt. Légy erős, mama. A tied volt.